egy hete adták át az év egyetemi sportolója díjakat a Magyar Sportházában. Több mint 50 hallgatót jutalmaztak, köztük Cseh Lászlót vagy épp Sors Tamást. A Szerencsejáték ZRT elnöke pedig azokat az intézményeket jutalmazta, akik egy szeptemberi sportnapon a legtöbb hallgatót tudták mozgásra bírni. Ugrókötelezés, dekázás, pingponglabdával is rengeteg fekvő támasz a kora őszi esemény 7 egyetem összefogásával és többek között a Szerencsejáték ZRT segítségével valósult meg. Az az esemény, amit mi most konkrétan támogattunk, az 35 ezer diákot mozgatott meg. Nem egy egyszeri eseménynek gondoltuk ezt az idei támogatást. Szeretnék ezt egy tartós kapcsolatot tenni. Remélem, hogy jelentősen hozzájárulunk a magyar sporthoz, és egyre inkább szeretnénk nyitni, és próbálunk nyitni a tömegsport irányában is. Az Egyetemi Főiskolai Sportszövetség 2016 legjobb sportolóit is díjazta. A Magyar Egyetemi Főiskolai Sport egy nagyon élénk és nagyon sikeres évet zár. Alapvetően ugye egy olimpiai évben vagyunk, az olimpiákon résztvevőknek 70%-a körülbelül köze van a felsőoktatás, köze van az egyetemista léthez. Azon kívül rengeteg egyetemi világbajnokság, Európa-bajnokság, egyetemi játékok voltak az idén. Sors Tamás idén a riói paralimpián ezüstérmet szerzett. Emellett jogot hallgat. Most nekem egyelőre nyilván az úszás volt egy kicsit előtérben, és az iskola volt ilyen perifériában, most viszont ez meg felcserélődik nálam, most az iskolát szeretném jobban erősíteni, és most egy kicsit az úszás kerül perifériára. A fiatal sportolók között Cseh Lászlót is díjazták, aki a műegyetem hallgatója. Ebben az egyetemet és a sportot nem tudom könnyen összeegyeztetni, de igazából több energiát inkább a sportba fektettem. Ha nem muszáj, akkor nem tanulok, de én úgy érzem, hogy azért fejbe is karbat kell tartani magam, nem csak testileg, úgyhogy fontos az, hogy egyetemre járok, és azért vannak dolgok, amiket meg kell tanulni.